Óbecsén Knézi Péter vezetésével három tanácsnok paktált le a Haladók vezette koalícióval. Felsőbb szinten viszont a VMS úgy határozott, hogy a Demokrata párttal működik együtt. Pártbölcsességi szempontból talán ki kellett volna várni, hogy ez a történet hol vezet önkormányzati szinten, és ha egy jó történet, akkor gondolom, hogy a párt is ezt támogathatta volna. Így vélekedik a Haladókkal kötött koalícióról Knézi Péter. Az óbecsei VMS-es önkormányzati képviselők közül öten nem csatlakoztak a Haladókkal alkotott koalícióhoz, többek között Ricz Emese sem. Egy politikus sem engedheti meg magának azt, hogy az egyéni érdekeit a közösségi érdekekkel szembe helyezze. Szerintem hiteltelen dolog egy koalíciós szerződést megkötni arra hivatkozva, hogy a város fejlődése szempontjából történik. Hiteltelen ez egy olyan ember szájából, aki az elmúlt 4 évben a város vezetője volt. Jövő kedden lesz ezzel kapcsolatban egy fegyelmi eljárás. Ezt már Pál Károly, a VMS ügyvezető alelnöke mondta. A fegyelmi bizottsági ülésen meghallgatják a VMS-es képviselők álláspontját, és arról is döntenek, hogy kizárják-e őket a pártból. Amennyiben ők úgy döntenek, hogy kilépnek ebből a Haladókkal kötött koalícióból, akkor reményeim szerint ők a továbbra is a VMS tagjai fognak maradni. Azzal, hogy nekünk a célunk az, hogy Óbecsén, ahol több mint 600 taggal rendelkezik a Vajdasági Magyar Szövetség, egy összeresedékes átszervezéssel biztosítsuk azt, hogy a VMS elfoglalja méltó helyét Óbecsén is, és hogy az óbecsei magyarságnak olyan támasza legyen, amely előre fogja vinni a magyarság ügyét. Kishegyesen is hasonló helyzet állt elő, mint Óbecsén. Ott viszont egyes demokrata párti és szocialista politikusok döntöttek úgy, hogy nem működnek együtt a VMS-szel. A községi képviselő testületi ülés kapcsán pedig a VMS a bírósághoz is fordult, szerintük ugyanis nem legitim a testület. A párt ügyvezető alelnöke itt is előrelépésre számít. Olyan információink vannak, hogy ugye a demokrata párt, mint a szocialista párt is föl fog lépni a tanácsnak a jelen, akik nem fogadják el ezt a felsőbb szinten megbeszélt megoldást. Pál Károly azt mondja, Kishegyesen az a legnagyobb gond, hogy a mostani vezetőség szóba se akar állni az előző vezetőkkel. A fennálló nézeteltéréseket viszont csak tárgyalásokkal lehetne megoldani. Az üggyel kapcsolatban Kishegyes új polgármesterét is szerettük volna megkérdezni. Adásunkig viszont nem tudtuk elérni.